hallgatóinkat! Annak a Pannon televízió híradóját látják, Dranovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Malaclopás. A pécsi közterületfelügyelet és egy képviselő is érintett egy online lap szerint. Tanszert osztott a Vöröskereszt. A nemrég gyűjtött iskolaszereket most hátrányos helyzetű családok kapták. Neszület zenemustra. Vallomás harmonikával, dallal, címmel koncert a Pécsi Színház téren. Opera dallamok a zöldséges pultok között. A pécsi vásárcsarnokban szerepeltek a zenészek. Malaclopással vádoltak meg egy pécsi képviselőt, írja a Pécs Aktuál. A portál kiemeli, hogy nincsenek objektív bizonyítékaik, de a forrásaik állítása szerint egy önkormányzati képviselőhöz köthető egy sertés eltűnése a közterületfelügyelet telephelyéről. Malacok, disznók ezeken a felvételeken egy telephelyen, egy hasonló házi sertés ügye és a pécsi önkormányzat érintettsége került a sajtó figyelmébe a napokban. A Pécs Aktuál írt arról, hogy tavaly ősszel Nagyárpádnál fogtak be a rendőrök segítségével a közterületesek egy elkóborolt malacot. A füléből hiányzott az azonosításra vonatkozó biléta, ezért a város befogott kóborállatok befogadására kialakított telephelyére szállították. Innen tűnt el rejtélyes körülmények között. Alapforrásai szerint a közterületesek és egy önkormányzati képviselő is érintett lehet ebben. Azt követően, hogy tényszerűen megállapítható, hogy ez a malac, ami eltűnt a közterület felügyelettől, ez tehát létező állat volt, ezt befogták, és onnantól kezdve mindenféle adminisztratív hiányosságokat követően ennek nyoma veszett. Ugyanakkor vannak bizonyos jelek, fényképek, illetve beszámolók olyan állatvédő civil szervezettől, ugye a újságírói kérdésekre elhangzóan, amik azt igazolják, hogy ennek a történetnek van egy ilyen szála. A történtek nem vetnek jó fényt a közterület felügyelet működésére Pécsen, véli a képviselő. Hogyha ez előfordulhat, akkor ez a lakosságnak a bizalmát, közterület felügyeletbe tett bizalmát, azt jelentősen aláássa. A másik az, hogy tulajdonképpen a közterület felügyelőket, akik a helyi közrendért, közbiztonság szavatolásáért lennének felelősek városi oldalról, az ő tekintélyüket, azon egy elég jelentős foltot, csorbát ejt az eset, lényegében nevetségessé válnak, nevetségessé teszi ezt a szervet, hogyha ez előfordulhatott, megtörténhetett. Ezért meghallgatást kezdeményez a képviselő, az erről írt levelét szerkesztőségünkhöz is eljuttatta. Ezeket mind ki kell vizsgálni, ezért kezdeményeztük azt, hogy Sranc Rihárdot, a pécsi közterület felügyelet vezetőjét hallgassa meg a város közbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsa, aminek ugye a polgármester és választott képviselők mellett a helyi rendvédelmi szerveknek, rendőrségnek, tűzoltóságnak, katasztrófavédelmnek a vezetői és tagjai, és ott számoljon be arról, hogy tulajdonképpen mi is történt ebben az esetben. A Pécs Aktuál cikkében azt írja, hogy forrásaik szerint Fürth Csaba képviselő is érintett az időközben 140 kg-ra hízott rezsőnek elkeresztelt sertés eltűnésében. De erre semmi bizonyíték a szóbeli közléseken kívül. Kerestük a képviselőt a megadott telefonszámán, de nem értük el az anyag elkészültéig. Fürth korábban a lapnak azt mondta, jót röhögött az egészen, és tudja, hogy kampány van, de nem megy egy bizonyos szint alá. Barkóczi Csaba azt mondja, ő sem tud bizonyítékról, ami a képviselő ellen szól, ebben nem akar állást foglalni. Nem szeretnék senkit se ilyen vádakkal illetni, azonban az már lehet egy árulkodó jel, hogyha az önkormányzat nem akarja ennek az ügynek a kivizsgálását, mert maga az ügy viszont valós, tehát az eset az megtörtént. Azt, hogy ennek kik az érintettjei, szereplői, az egy külön kérdés, és az önkormányzat ezt eltussolja, nem akar elébe állni például a tanácsi meghallgatásnak, nem akar arra lehetőséget biztosítani, hogy ez az ügy felszínre kerüljön, és a nyilvánosság is megismeresse, hogy pontosan mi történt a felügyeletnél, akkor viszont az már egy jele lehet annak, hogy valóban vannak olyan városi házi politikusok, akik ebben érintettek lehetnek. Barkóczi Csaba azt mondja, a közbiztonsági és bűnmegelőzési tanács összehívásáról a polgármester dönt. Kérdés, hogy az októbertől felálló új közgyűlés ezen változtat-e vagy sem, így egyelőre nem tudja, lesz-e eredménye a kezdeményezésének. Mint köztudott, a beiskolázás magas költségekkel jár. Nem minden család képes ezt előteremteni, főleg, ha több gyermek is jár közülük iskolába.
A Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete évek óta gondol rájuk, és augusztus vége felé a nagy bevásárlóközpontokban gyűjtési akciót szervez. Idén is ez történt. A szervezet munkatársai, önkéntesei most a hátrányos helyzetű családoknak osztotta ki a nemrég gyűjtött tanszereket. Megérkezett a hátrányos helyzetű családokból néhány, akik most veszik át az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen tanszercsomagokat a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezetének pécsi székhelyén. Az érintettek hálásan köszönik a támogatók segítségét. Mindezek nagy hiányt pótolnak számukra, hiszen ez nekik az anyagi nehézségeiken segít, gyermekeik pedig hozzájutnak azokhoz a felszerelési tárgyakhoz, amelyek az új tanév indulásánál szinte nélkülözhetetlenek. A torna cuccokat azt be tudtuk, inkább a ruházatot, amit fontosnak találtunk inkább, ami most be tudtunk szerezni, és a többit így önök által még be tudtuk szerezni. Tavaly 3800 darab tanszer jött össze a gyűjtésből az iskolakezdés időszakában. Ilyenek, mint füzet, radír, toll, nájlonborító, körző, vonalzó. Idén 5400 darab származik az augusztus végén történt gyűjtési akcióból, amelyet a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete végzett a pécsi és vármegyei bevásárlóközpontokban. Számolt be a sikeres akcióról Udvaros Renáta, a szervezet vármegyei igazgatója. Másfélszer annyi adomány érkezett. Úgyhogy a tavalyinak körülbelül olyan 2 millió forint volt az értéke, most ahogyan becsültük így a kollégák, ez körülbelül ilyen 3 millió forint értékre becsültük. 550 adományozó tette ezt a kosarunkba, akinek köszönjük szépen. A múlt héten már kiosztásra kerültek ugye a területi irodáinknál, tehát Komlón, Szigetváron, Siklóson, Mohácson már kiosztották a kollégák a tanszereket, tanszercsomagokat. Az évfolyamoknak megfelelő füzetek, címkék, vonalzók, körzők voltak az összeállított csomagokban. Ami megmaradt az egységesen készített csomagok tartalmából, azokat a bázisiskolákhoz juttatták el a szervezet munkatársai. Ők pedig ugye a napközis tanárokon keresztül mindig annak a diáknak adnak majd plusz elfogyott vagy megtelt kockás füzetet vagy vonalast, akinek éppen kell. Úgyhogy most jelen pillanatban 450 gyermeknek az iskola kezdését tudtuk ebben az évben támogatni, úgyhogy ezt köszönjük szépen a támogatóinknak. Az pedig, hogy jó helyre érkezik a segítség, biztos. A területi irodáink ugye a maguk ismeretségi körében a szociális irodákkal együtt működve kapták meg azoknak a családoknak a névsorát, akik rászorulók, rászoruló gyermekeket nevelnek. Ők megkapták már a múlt héten az iskola kezdés előtt a tanszereket, és most pedig ugye a mai nap az utolsó ilyen tanszerosztásunk, ahol itt a pécsi szociális irodáktól kapott névsorban szereplő gyerekek kapják meg. Az idei igencsak sikeres gyűjtést köszöni a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete is minden jó szándékú támogatójának. Rövid híreink következnek. Csak nem 4 hektáron csaptak fel a lángok tegnap este Zengővárkony külterületén. Ajnövényzet és bokrok égtek, a pécsi hivatásos és mecseknádasdi önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral eloltották a lángokat. A tűzoltók oltás közben egy holttestet találtak. Az egység hőkamerával végigjárta a területet, majd amíg izzó gócokat eloltotta. A gyermekvédelemben dolgozó 95%-a elfogadta, hogy aláveti magát a kifogástalan életvitel és a pszichológiai vizsgálatnak, jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Magyar Nemzetben pénteken megjelent interjúban. Fülöp Attila közölte, hogy 12.257 gyermekvédelemben dolgozó emberből csupán 170-en tagadták meg annak az adatlapnak az aláírását, amellyel az ellen őrzésnek eleget tudtak volna tenni. Ez a dolgozók mindössze 1,4%-át jelenti, tette hozzá. Elmondta, hogy a törvény hatályba lépése óta további 426 fő távozott a gyermekvédelemből, de esetükben a távozás okát nem lehet tudni. Sikeresen zajlik a Zeneszület Fesztivál Pécsen. A Filharmónia Magyarország szervezésében ezen a héten utcákon, tereken, intézményekben felcsendülnek klasszikus zeneművek.
Többek között egy ilyennek lehettünk szem- és fültanúi, amikor a Zene Musa sorozat alkalmával, Vallomás a harmonikával, dallal, címmel három népszerű művész ejtette bűveletébe a pécsi járókelőket a színház téren. Stábunkkal mi sem hagyhattuk ki őket. A zárt kőszínház és koncerttermekben folyó produkciók után a szabad térben színpad nélkül nagyon más előadni, azonban ennek is megvan a maga varázsa, egyedi hangulata. Tudtuk meg Györfi Anna színművésztől, aki évek óta közösen járja az országot Kéményi Tamás harmonika művésszel. Az ilyen szabadtéri előadásokra épp azért nagyon érdekes eljönni, mert nem csak az a közönség jön, aki direkt azt a programot választotta, hanem a járókelők is, és ott is le tudjuk szűrni, hogy hány járók elő áll meg, hányat érdekel. És van, amikor egész sok, akár több száz is összeverődik itt a színháztéri programokon, azért ez gyakran előfordul. Úgyhogy én nagyon élvezem ezeket, mindig alkalmazkodni kell, mert például most azt hittem, hogy itt a színháztéren lesz színpad, de nincs, úgyhogy kár volt tűsarkú cipőt hoznom, mert nehezen fogok megállni ezeken a macskaköveken, de mindig alkalmazkodunk a helyszínhez természetesen. Ez már a harmadik közös fellépése a Zene Musa sorozat alkalmával Györfi Annának, Szélpál Szilveszternek és Kéményi Tamásnak. A repertoár megválasztása során mindenki a saját kedvére valót hozta. Igyekeztünk populáris maradni, mindenki hozta, amit ő szeretett volna, igyekeztünk volna egy sokrétű produkciót, azt hiszem 4-5 nyelven is énekelnek az énekesek a mai nap folyamán, úgyhogy én kifejezetten szeretem ezeket a mindent beleprodukciókat, hogy amit otthon találunk, azt belevágtuk, és így szerintem egy nagyon-nagyon érdekes crossover produkció tud lenni. A harmadik tag Szélpál Szilveszter, a Szegedi Színház operaénekese. A zeneszületre most kapott először felkérést a Filharmónia Magyarországtól. A közös produkció igencsak sikerrel járt a pécsi közönség járókelők előtt. Örökzöld magyar slágerek, híres opera részletek csendültek fel 40 percen át a színház téren Pécsen. Zenei flashmobbal indult a péntek délelőtt a pécsi vásárcsarnokban. Operadallamok csendültek fel zenei kísérettel a zöldséges pultok között. Ezen a különleges helyszínen is megmutatták, hogy a komoly zene megszólalhat bárhol, sikert arat a hallgatók között. Tangó harmonikás játszik a pécsi vásárcsarnokban a gyümölcsöket, zöldségeket kínáló pultok között. A meglepő és figyelmet kiváltó előadással indult a péntek délelőtt a létesítményben, amit még tovább fokoztak a szervezők. Egy kis flashmobnak vagyunk éppen a szemtanúi. Elárulhatom, Kéményi Tamás harmonikázik, bár sokan nem ismernék föl szerintem a képen, és majd jön hozzá egy kedves operaházi énekes hölgy is, Kriszta Kinga. De meg is hallottuk a hangját. Szerintem érdemes ráfigyelni, és figyelni az arcokat is majd, hogy fognak erre reagálni. De a szabad téren a Zene Musa a mai napon zárul ugyan, de különleges programokkal 50 perc alatt a föld körül a Filharmonic Brass játszik, azon kívül érkezik László Bordizsár az Operaházból, aki szintén kint a szabad téren, Jókai tér, Széchenyi tér, és a színház tér előtt is hallhatnak még programokat. Már több éve, hogy megrendezik a Zeneszület őszi fesztivált Pécsen. Ennek részeként a Zene Musa elnevezésű program elemmel pedig közelebb viszik a zenét az emberekhez. Szokatlan helyszíneken szólnak a hangszerek, csendülnek fel az énekdallamok. Immáron 14-szer rendezzük meg a Zeneszület fesztivált, bár csak 10 éves a Filharmonia Magyarország, mégis ez egy nagyon, nagyon szép dolog szerintem. Kivisszük a térre a zenét, itt nem csak bent a koncertekben hallgathatnak az emberek, és ez a különlegessége, hogy a nagy produkciók, a nagy művészek eljönnek egy vásárcsarnokba, egy piacra, egy térre, bárhova, és ugyanazt a produkciót ugyanazon a színvonalon nagyon professzionálisan adják elé. Ez a különlegessége igazából a fesztiválunknak, és ebbe a fesztiválba tudunk tömöríteni mindenféle színű programot, a népzenétől, a táncig, a komoly zenéig, a jazzig, minden szerepel benne. Idén két piaci helyszín is, hiszen a vásárcsarnok után a Diana térre is szerveztek zenés estet a Filharmónia munkatársai. Az érdeklődők egészen vasárnap estig válogathatnak a koncertek zenei élmények között a Magyar Filharmónia honlapján. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
A NAV baranyai munkatársai szeptember 9-e és 15-e között hétfőn Pécset, a Kazinci, illetve a Váradi Antal utcai vendéglátóhelyeket, csütörtökön Villányban a Damjanics utcai üzleteket, pénteken pedig Pécset használt ruhakereskedőket ellenőriz. Az ellenőrök vizsgálják a nyugdíj számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik. Már letölthető a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapjáról a 24.1.reg jelű adatlap, amit azoknak a civil szervezeteknek kell beadniuk, akik 2025-től igényt tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Az adatlapot 2024. szeptember 30-áig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet a regisztráció évét követő évtől, azaz 2025-től igényt tart magánszemélyek 1%-os felajánlására. Az előzetes regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokból. Hívja fel a figyelmet Barlai Krisztina, a NAV baranyai kommunikációs referense. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált, civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania az egyreg adatlapot, tette hozzá. Fontos tudni azt is, hogy az adatlap szeptember 30-ai benyújtási határideje jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Átlagosan 3-4 héttel tartanak előbbre a nyári munkák a földeken, mint az előző években. A száraz és meleg idő miatt korábban kezdődött az aratás. Jelenleg a napraforgót és a kukoricát takarítják be a somogyi gazdák, a mennyiség az időjárás miatt azonban elmarad a várttól. Kadarkút határában aratják a napraforgót, ez a munka is előbb kezdődött a száraz nyár miatt, mint korábban. Jelen pillanatban 3 géppel végezzük a betakarítást, egyszerre folyik mind a napraforgó, mint a kukorica betakarítása is. A napraforgót mint egy 3-4 héttel korábban kezdtük, a kukoricát pedig 5-6 héttel korábban kezdtük a megszokotthoz képest. Az időjárás miatt kevesebb lesz a mennyiség a vártnál, mondta Vas András. Az asszály miatt nagyon változó a termés mennyiség. Kukoricánál azt lehet mondani, hogy itt a környező falvakba aratunk a partnereinknél, sajátot még nem takarítottunk be. Azoknak a termelőknek, akik a nyár folyamán kaptak egy-egy záport, szerencséjük volt, náluk jobbak a termésátlagok, de azt lehet mondani, hogy azokon a parcellákon, ahol nem volt, ott fele a termés a megszokottnak. Nagyon szórnak a termésátlagok, 3 tonnától a 10 tonnáig mindennel találkoztunk már kukorica esetében. Napraforgó esetében is hasonló a helyzet, de azt lehet mondani, hogy 2-től a 3,8 tonnáig szór. Változóan alakul a termés átlag a vármegyében, van olyan terület, ahol több csapadék esett, máshol viszont nem voltak ennyire szerencsések a gazdák. Somogy tulajdonképpen leképezi a teljes országot, tehát a délnyugati, zalai, drávamenti területek egészen csapadékosak voltak, magas csapadékmennyiségekről tudunk, míg az északkeleti, gondolok itt Siófok környéke, hasonlóan az Alföldhöz rettentő aszályos. Nagy átlagban azt tudom elmondani, hogy június közepe végéig megfelelő eloszlásban megfelelő mennyiségű csapadék hullott, tehát addig nagyon komoly várakozások voltak. Arra számítottunk, hogy kiváló termések lesznek. Aztán utána elkezdődtek a hőségnapok, nagyon sok UV-sugárzással, nagyon magas hőmérsékletekkel, ami a kukorica virágzása, illetve a napraforgó virágzása után már a szemesedést, tehát a terménynek a kötését, ezt akadályozta, és ezért napról napra azt láttuk, hogy
csökkennek a várakozások. Kukoricából 6 tonna per hektáros átlaggal számolnak a gazdák vármegyei szinten, napraforgóból 2,5 tonna per hektár várható. A betakarítással a tervek szerint legkésőbb szeptember végére, október elejére végeznek Somogyban. Projektnyitó rendezvényt tartottak Bonyhádon, melynek keretében 4 nyertes pályázatot ismertettek. A város a beruházásokra kapott támogatást útfelújításokra és korszerűsítésekre fogja fordítani. A projektnyitó rendezvényt Fehérvári Tamás, Tolna vármegye önkormányzata közgyűlésének elnöke nyitotta meg. Kiemelte, Bonyhád mind szépségében, szervezettségében, létesítményeiben, gyors léptékben fejlődik. Filóné Ferenc Szibolya kifejtette, az eddigi 7 nyertes top pluszos pályázatból 4-nél kötöttek már szerződést. Az egyik ilyen a Malom óvoda korszerűsítése. A célra 500 millió forintot nyert a város, teljes körű felújításról beszélünk, valamennyi csoportszoba teljesen megújul, ugyanakkor egy új tornaszoba is épült, tehát egy új épület a rész is, sel is ki fog egészülni az intézmény. Az udvara, eszközbeszerzés, energetikai korszerűsítés mind-mind a projekt része. Bízom benne, hogy az óvodások jövő szeptembertől, a következő nevelési év kezdetétől már a megújult Malom óvodában kezdhetik az óvodai pályafutásukat. Az önkormányzat 410 millió forint támogatásban részesült a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében a helyi piac fejlesztésére. A piac beruházást mindenki nagyon régóta várta ennek a projektnyitó eseményére, és azért kerülhetett sor, hiszen a támogatói döntés megszületett, a támogatói szerződést aláírtuk az irányító hatósággal, a források rendelkezésre állnak, a közbeszerzés folyamatában zajlik, két részre osztottuk, a Folberger utca jobb és bal oldalára, a Rákóczi utca felől nézve a jobb oldalra kezdjük, nem csak térkövezünk, nem csak parkolókat fogunk építeni, hanem szeretnénk a zöldjében is megújítani ezt a városközponti területet. 279 millió forintnyi pénzgyújtatást kaptak, szintén a településfejlesztési pályázatnak köszönhetően a Cikói bekötőút belterületi szakaszának, valamint a Bátaszék-Bonyhád összekötő út fejlesztésére. Mintegy 900 méter hosszú útszakaszról beszélünk, amely új aszfaltburkolatot kap, megerősítve, de nyílt csapadékvizelvezető árok is megújul, a buszöblök is új és teljesen szabályosan kialakításra kerülnek, és remélem, hogy ennek a megújulása is még az idei esztendőben megvalósulhat, hiszen a közbeszerzés még folyamatban van, de néhány hét és már itt is szerződést köthetünk a kivitelezésre. Ugyanennek a projektnek a másik része pedig a 6-os csomópontnál egy kanyarodó sáv megépítése Szekszentferé. Bízom benne, hogy ez is minél hamarabb megvalósul. A Széchenyi Általános Iskola udvarának megújítására pedig 180 millió forint összeget biztosítottak. Az intézmény vezetője Steiner Krisztián tájékoztatott a megvalósításról. A szerződés már megkötésre került, a munkaterület átadása is megvolt éppen hétfői napon, és úgy tűnik, hogy egy olyan 5 hónapos kifutással megvalósul a teljes projekt, ami tartalmazza a valamennyi burkolatnak a cseréjét, rekordtán burkolattal lesz ellátva új kosárlabdapálya kerül kialakításra, futópálya, távolugrópálya, röplabdapálya, valamint egy olyan játszótér kerül majd kialakításra, ami interaktív jellegű lesz, plusz megvilágításra kerül az udvar. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan fejlesztés lesz, ami az elmúlt időszakban nagyon sokan vártak, és szerintem a második fél évre a gyerekek már örömmel veszik birtokba. Fejlesztésekre 5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a városnak, ebből már több mint 2 milliárd forintot lehívtak, amelyből az eddigi nyertes pályázatokat valósítják meg. További projektek benyújtására is törekszik az önkormányzat. A már hagyománynak tekinthető Galuska Fesztivált idén 18. alkalommal rendezték meg Tevelen. A gasztronómia kedvelői és a kultúrára vágyók is megtalálták a számukra ideális programokat. A teveli óvoda előtti téren számos műsorra készültek a szervezők. A töltött káposztát, székely nevén Galuskát pedig zsűri kóstolta meg és értékelte a közel 14 beküldött ételt. Megnézzük először is a külalakot, utána az ízvilágot, és annak az összpontosítására nagyon-nagyon nehéz döntések előtt állunk, mert mindegyik nagyon-nagyon finom. És van egy külön kategóriásunk, ami kukoricalisztből, kukoricadarából készült. Az egy ilyen nagyon hagyományos töltött káposzta.
húzta. Fazekas Attila, a község polgármester is részt vett az eseményen. Szokásosan kezdődött egy szabadtéri misével, a misét követően kenyérszenteléssel, ami augusztus 20-án nálunk elmaradt, és azt követően vannak nekünk a nemzetiségi táblák, amiket megkoszorúztunk, azt követően pedig egy vitézi emlékműavatás történt itt vele. És hát ugye, mivel Galuska Fesztiválról van szó, déltől egyig le lehetett adni a mindenki szájíze által töltött galuskákat, töltött káposztákat, aki mondjuk nem tudja. A hagyományőrző programok mellett a fesztiválon számos egyéb élmény is várta a látogatókat. Hát általában van itt gyermekprogramtól kezdve hagyományőrző programokig bezárólag, de amit kiemelnék az egész közül, legfontosabb az, hogy mi nem szoktunk már az elmúlt 5 évben különböző sztárvendégeket meghívni, nem csak az anyagiak miatt, hanem azt tartom, hogy ez a hagyományőrző fesztivál, ez legyen konkrétan a tevelieké, illetve a tevelhez kötődő embereké, és vagy környékbeli, nevesebb előadókat, zenekarokat, vagy pedig egy kicsit visszanyúlunk, mint jelen pillanatban, ami a revans zenekarról szól. Ők lesznek az igazi sztárok most jelen pillanatban a Teveli Galuska Fesztiválon. Az esti hangulatról a Delfin zenekar is gondoskodott, a fesztivált pedig az utcabál zárta. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Malaclopás. A pécsi közterületfelügyelet és egy képviselő is érintett egy online lap szerint. Tanszert osztott a Vöröskereszt. A nemrég gyűjtött iskolaszereket most hátrányos helyzetű családok kapták. Ne szület zenemustra. Vallomás harmonikával, dallal. Címmel koncert a Pécsi Színház téren. Opera dallamok a zöldséges pultok között. A pécsi vásárcsarnokban szerepeltek a zenészek. Szombaton sokfelé számíthatunk napos időre, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként zápor, zivatar, átmeneti jelleggel kialakulhat. Vasárnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután nyugat-délnyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet hétvégén reggelente 17 és 21, napközben 29 és 32 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!